estét kívánok, hölgyeim és uraim! Vörös Géza vagyok. Engedjék meg, hogy mielőtt nagy szeretettel köszönteném mai vendégünket, Kovács András filmrendezőt. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem kedves mindannyiukat, mégpedig van felhatalmazásom a Magyar Művészeti Akadémia és az Uránia Nemzeti Filmszínház nevében. A mai estével kezdődik el egy talán hosszúnak és jelentősnek is nevezhető filmsorozat, ezt bizonyára tudják, a Fejezetek a Magyar Dokumentumfilm történetéről, amely a körülbelül 100 legjobb magyar dokumentumfilmet tematikai bontásban mutatja be önöknek. Mindjárt a mai este egy olyan filmmel kezdődik, mi egyébként van egy saját születésnapja is, a film éppen 50 éves, 1964-ben készült, ez mikor 50 éves, úgyhogy egy születésnapot is ünnepelhetünk, ha ezt szabad mondani. Egy olyan pillanatban készült, 1964-ben, gondolják csak bele, hogy 6 évvel korábban végezték ki Nagy Imrét, a politikai foglyok egy része még börtönben volt, de már elkezdődött valami az országban, és nem csak Magyarországon, és nem csak a filmművészetben, a művészetekben, a tudományban, hanem a társadalmi élet minden szektorában, és nem csak itt a környezetünkben, hanem szerte Európában, és nem csak Európában, hanem a nagyvilágon. A 60-as éveket ma már mindenütt a művészetek, a tudományok, és nem utolsó sorban a társadalmi élet formáinak a forradalmi korszakának is szokták nevezni. Minden megújult, minden más lett. Változtak az értékek, és változtak az emberek, akik új értékeket próbáltak felkutatni, és új értékek szerint próbáltak élni. És megszületik ez a film, abban a pillanatban, és ez nagyon ritka, még jó filmeknél is, fogalmat teremt, átalakítja a közbeszédet, akár csak Kovács András későbbi munkája a falak, és mindenki ettől kezdve nehéz emberségről, nehéz emberekről beszél, falakról beszél, elkezdődik egy gondolkozás a társadalomban, egy megújulás, ami jó néhány évig tart, minimum 1968-ig teljes lendülettel és egy nyitottabb szívvel próbáltak élni és gondolkozni az emberek Magyarországon, meg nem csak Magyarországon. Több évig dolgoztál, kedves András, mint dramaturg a filmgyárban. Aztán 1960-ban elkészíted az első játékfilmedet, a Záport, követi a Pesti háztetők, majd az Isten őszi csillaga. És 1963-ban te elkerülsz Párizsba egy ösztöndíjjal. Hogy folytatódott a történet? Hogy hazatérsz Párizsból, de közben a beleszeretsz a cinema véritébe, ami épp dívott Európában, meg Franciaországban. Hogy kezdődött a nehéz emberek története ezután? A Franciaországban láttam, vagy találkoztam a Cinema Direct, akkor nem úgy mondták, hogy Cinema Vérité, ezt átvették, mert ez Moszkva, régi 30-es évek Moszkvájában indult, és ott Kino Pravda, tehát a Pravda című lapnak a kino melléklete volt, és a franciák ezt nem tudták, és lefordították szóra, és így lett Cinema Vérité ennek a műfajnak, tehát a spontán filmezésnek. Ez tulajdonképpen ezek riportok és dokumentum betétek. Szóval ezzel ott ismerkedtem meg. Térjünk vissza most Budapestre és a nehéz emberek, hogy hazajössz Párizsból, és a Népszabadságban úgy tudom, akkor volt egy vita, hogy lehet, na most, nálunk. Igen, szóval lementem Kámba is, említett támogatással, mert benne volt az ösztöndíjban, és ott jött egy telefon a Mafiltól, hogy
megjelent a Népszabadságban egy riport, egy feltanálóról és az ő küszködéséről. És fölmerült egy gyárba, hogy filmet kéne csinálni. És a Makkarsinak szóltak. Hát én mondom, én Párizs-Bacskámban voltam, meg akkor még nem csinálta meg a Neisenberget, tehát játékfilmek, három játékfilmet csináltam. És a Karcsi azt mondta, hogy ez szenzációs ötlet, de ha ezt őszintén csináljuk meg, akkor biztos nem lehet bemutatni. Nem őszintén, meg nem érdemes. Igaza volt. Na most, a Nehéz emberek, amikor elkészült, levetítettem a stúdióba, a Dialóg stúdióba, a Bacsó, a Karcsi, aztán a Jancsói, meg mások, és levetítettem, és mindenkinek nagyon tetszett. Én ezt forgatókönyv nélkül, szóval itt semmiféle hivatalos, hogy is mondjam, engedély vagy ilyesmi nem volt. Én egyszerűen elkezdtem forgatni, hát ez egy riport, és teljesen spontán film. Tehát itt semmi, amit látni fognak, semmi nem volt előre leírva. Én se tudtam, mit fognak válaszolni, hát körülbelül sejtettem, meg úgy válogattam, hát nem, most már nem emlékszem, hány ember. Ugye öt szereplője van a filmben, de gondolom, hogy több feltalálóval találkozott. Persze, és volt, aki bekerült, volt, aki nem. Na most, tehát azt mondták a stúdióban, hogy nem létezik, hogy ezt be lehet sem mutatni. Na most, Fábri Zoltánnak egy ötlete, hogy ezt olyan valakinek kéne először levetíteni, tehát ne a szolgálati úton menjen, hogy a gyári igazgatója följözte. Mindenki akkor vállalja a felelősséget. És kockázatos lett volna, gondoltuk mi. És a Fábrinak az volt az ötlete, hogy olyan valakinek vetítsük le, akinek már nincs főnöke. Na most a mi látogatárunkon az Acél György volt ilyen. És a stúdió vezető az Acélnak jó barátja volt, még Rákosi időben egy cellába ültek a börtönbe. Tehát jó, tényleg jó barátok voltak, és előtte is a börtön előtt is barátok voltak. Tehát az volt, hogy Acél azt mondta, nekem nincs főnököm, hát nekem rengeteg főnököm van, hát ő egy miniszterhelyettes volt. Hát ugye a minisztériumban volt az első helyettes, a miniszter tanács, a miniszterelnök. Erre az volt, hogy szóval ez nem ment. De a Kádárnak nincs főnöke, neki mutassunk. Most a Kádár nem nézett magyar filmet, mert a Rákosi az minden filmet megnézett és kontrollált, hogy úgy mondjam. Most a Kádár semmiben nem akart hasonlítani a Rákosira, tehát nem nézte meg a magyar filmeket, és Acél azt mondta, hogy én kérjem meg Kádár. És akkor írtam egy pársoros levelet, hogy van itt egy film, és érdekelne a véleménye. Na most nyilván Kádár megkérdezte Acélt, meg utána néztek, hogy ez micsoda. És akkor kaptam a Kádár titkárságtól egy telefont, hogy ekkor és ekkor vetítik a Nehéz embereket a minisztérium vetítőjében. Na most én
nem hívtak, de én bejelentkeztem, mondtam, ha van valami kérdés, vagy akkor tudjak válaszolni rá. Nem volt kérdés, semmi kérdés, hanem a Keller azzal állt föl, hogy hát ez sajnos így van. És kezet ráztunk, és elment. És zöld utat kapott a fék. Na most világos, hát ha a főnök ezt mondja, akkor egy alfőnök nem fog. Volt olyan, hallottam vissza, hogy valaki azt mondta, hogy hát ezt is 5 év múlva börtönbe csuk el, aki ezt elkövette, ezt a filmet. Vagy volt egy miniszter, aki azt mondta, hogy ha ezt a film, ha ezt leforgatjuk, akkor ő lemond, nem mer végigmenni az utcán, mert fölismerik, hogy ő egy miniszter, és agyonverik, mondta. Na most mondom se kell, a bemutató után nem mondom le. Egy rokonszenves fickó volt különben, szóval nem, semmi köze nem volt a kultúra, ez valami ipari területen dolgozott. Tehát és a Kádárnak, hát ez sajnos így van, ez a nihil obstat, ugye a latinok mondták, tehát minden rendben van. És a film a moziba ment, na most ez egy újdonság, szóval egy furcsaság volt. És a Puskinban kezdtük játszani, szóval az egy, hogy is mondjam, egy minőségi mozi volt akkor. Tehát a mozi is kiválogat nézőket. És ott is ment mondjuk 30%-kal. Hát akkor 60-as években a film siker az 500 000-nél kezdődött, 500 000 nézőnél. Az én első filmem, én 60-ban csináltam az első filmemet, majdnem 2 millió nézője volt a Zápor című történetnek, szóval egy egyszerű falusi történet volt, tehát nem voltak tömegek, meg csaták, meg mit tudom én, ilyesmi. És szóval a Puskinba, tehát végül is 100 000 néző. Azt most gondolom, hogy itt a számoknál is fontosabb a társadalmi hatás, amelyet kifejtett a nehéz emberek. Az elején próbáltam erre utalni, de kíváncsi lennék én még egy dologra, mert a nehéz emberekhez később a 90-es évek közepén is visszatértél, amikor megcsináltad a nehéz emberek maximum filmet. Igen. Az érdekel engem, András, hogy miért érdekelnek téged az ilyen emberek? Mert ezt a pályádat, hogy mondjam, szimbolikusan is kifejezi, ez újra visszatérsz, játékfilmekben is vannak ilyen hőseid, mint a feltalálók. Miért érdekelnek azok az emberek, akik nem férnek a bőrükbe, akik cselekedni akarnak minden helyzetben és politikától függetlenül? Szóval nagy szerencsém volt, én most ilyen emlékiratfélét írok, és azt a címet adtam, a szerencse fia. Tényleg például ilyen szerencse, hogy Kolozsvárt a gimnáziumban vasárnaponként református teológusok jöttek és tartottak bibliaórát. És ott, hát szóval azt a tematikát, de más dologról is beszéltünk, és egyik ilyen bibliaórán egyik teológus a kezembe nyom egy szociográfiát, hogy kíváncsi volt, hogy egy 13 éves gyerek mit ért ebből a szociográfiából. Ugye a népi írók akkor kezdtek kibontakozni, az tulajdonképpen egy szociográfikus irodalmi irányzat,
És nekem az nagyon tetszett, emlékszem, apám abban az évben vett egy ifjúsági regényt karácsonyra, és nem, egyszerűen 20 oldal után félretettem, nem érdekelt. Na, tehát a népi írókkal való megismerkedés az egy sorsfordító dolog, és tulajdonképpen a nehéz emberek ehhez kapcsolódik. És még ezután csináltam több szociográfikus filmet Erdélyről, szóval a szülőfalumról, Kolozsvári gimnáziumról, a Marosvásárhelyi, ott volt egy magyar nyelvű orvosi egyetem, amit megszüntettek, és a volt növendéke az egész világon szétszórottak. Tehát csináltam Nyugat-Európa fővárosaiban, de Amerikában is, a keleti parton is, a nyugatin is, ilyen Marosvásárhelyi volt diákokkal. Szóval valahogy kirajzottak, tehát az, hogy megszüntették, számunkra ez egy olyan pofon volt, hogy nem akartak ott Marosvásárhelyen. Az, ami lett nyilván, vagy vegyes, vagy román nyelvű egy egyetem. Tehát itt voltak azok, vagy alakultak ki a gyökerek, amelyek az emberképedet mondhatni kialakították, és amelynek eredménye volt az, hogy sok filmben foglalkoztál ilyen hősökkel, függetlenül a műfajtól, hogy dokumentum. Igen, szóval furcsa módon református tanulbúrfoknak köszönhetem, hogy a szociográfiával beleestem a szociográfiába, és volt akkor egy sorozat Magyarország felfedezése, és ott nagyon jó. Különben vicces dolog, abban a sorozatban kiadták a Erdély Ferencnek Parasztok című. Na most kivittem a szülőfalunkba, ott a paraszt szó, azt nem használják a földművesre, mert románul a prost azt jelenti, hogy buta. Tehát más az akusztikája egy szónak. És emlékszem, a nagyapám, hogy parasztok. Szóval hogy majdnem, hogy meg volt sértődve, hogy mert mondtam, hogy miről szól, de hát miért ilyen címmel, hogy parasztok. Szóval, hát ez már egy kis falu volt sajnos. Ez Kide, hogy? Kide, úgy hívják. Kolozsvártól olyan 20 kilométerre van. Igen, 6-700 lakósa volt, amikor születtem, most 50 van. Szóval, mert egy kis falu, ott ipar, nincs, mert hegyek között van, tehát de nem, attól még lehetne ipar, de hát nem tudnak ipari anyagot termelni ezeken a dombokon. Úgyhogy csak mit tudom, szalmát, szóval búzát, meg árpát, meg zavot, meg kukoricát tenni. Hát mi meg így a film előtt neked köszönjük egyrészt a filmet, meg azt is, hogy eljöttél, és hát közte az egész életművedet, amiből időről időre látunk egy darabot ebbe a sorozatba. Meg volt korábban az 53 film című sorozat, abban is te is itt voltál többször benne. Igen. Úgyhogy köszönöm szépen, és a nézők figyelmébe pedig hadd ajánljuk a filmet, a nehéz embereket, és ahogy ezt korábban csináltuk, a film után, ha van kedvük, itt maradhatunk beszélgetni. Szóba került már az a szó, gondolom idevaló, hogy falak. Miféle falak vannak, vagy milyen természetűek ezek a nehézségek? Hát voltak talán politikai dolgok, illetve ami nehéz volt, ugye az, ami szó volt a pénz is, ugye, ami hiány volt esetlegesen. És az embereknek a gátlásosság, hogy nem akarták elfogadni esetleg ezeket, tehát ezek mind hátrányok voltak. Aha.
Vagy olyan, hogy irigység, az is van? Persze volt, mindenféleképpen volt benne bőven irigység is, hogy irigylik őket, hogy ők mit csinálnak, és ezért más alatja a bélokat. Tehát igen. Meg ha nyilván elfogadják egy-egy találmányt, akkor kicsit több pénzt kap, tehát itt az érdek fogalmával is talán leírhatunk valamit. Én elmondanék egy Strofckival kapcsolatos élményünket a feleségemmel. Ugye Strofcki disszidált, azt mondta, hogy miután becsapták, elmondja, hogy nem kapta meg a pénzt, nem tudom, valamelyik gyártó. És Amerikában, a nyugati parton, San Francisco környékén találkoztunk a Strofckival, és kiderült, elmesélte, hogy $1 millió csapták be. Tehát ott is becsapták. Úgyhogy valószínű, ő különben hát az orgonálás, meg minden, szóval sok minden érdekli, tehát nem egy, hogy is mondjam, egy mérnök alkat, aki mindig pontosan kiszámítja, hogy mit csinál, és valószínű, hogy az ilyen alkatok azok beleesnek ilyen csapásokba, vagy vonzák az ilyen csapásokat, hogy becsapják őket. Ez engem annyira meglepett, mert mondom, elment, csalódott, becsapták, meg minden. Azt mondta, hogy beszélgettünk előtte, hogy ő nem hagyja magát többet az életbe becsapni, és el. És mégis becsapta. Azt, hogy diszidált, azt ugye tudják. Igen. A fiatal barát. Nem, még nem hallottam. Hallottál valaki ezt egy diszidált? Mondjuk el, hogy az azt jelenti, hogy valaki vagy útlevéllel, vagy pedig anélkül elvisszkért a határon nyugatra, és ott maradt. Nem jött vissza, ezáltal bűncselekményt követett el, itthon el is ítélték érte, diszidenseknek hívták ezeket, akik tehát nem legálisan hagyták el az országot. Ez ma már nagyon nehezen elképzelhető, de nehezen is érthető az az idő, ha ezt nem kalkuláljuk be. Te nagyon sokat jártál, ezt talán nem tudják a fiatalok, egy időben filmankétokra egy-egy film után. Talán 100 ankéttől is gondolom megfordultál, ahogy én visszaemlékszem azokra az időkre. Hogy amikor a nehéz emberek nézőjével találkoztál, akkor 60-as évek közepén miket fogalmaztak meg a filmek után, tehát mikor a nehéz emberek új film volt? Hát nekik, szóval a nézők többségének hihetetlen volt, hogy ezek elhangoznak. Ugye, amit ma más szempontból nehezen érthetőek, miután teljesen megváltoztak a viszonyok. Szóval ugyanakkor a műfajjal volt probléma a riporttal. Én rég láttam, és meglepett, hogy ez egy ilyen mozgalmas film, szóval elég. Nem interjúfilm tulajdonképpen a szónak abban az értelmében. Gyorsabb, mint általában a dokumentumfilm, tehát hogy mondjam. Igen, szóval rövidebb snippekből képít. Igen.
és kevesen látták, szóval 100 000 nézője volt moziba, ami ma nagy siker. Igen, akkor a siker az 500 000-nél kezdődött. Most eszembe jutott egy tréfás helyzet a Puskinba. Adták a nehéz embereket is, meg a szóval az én filmjegyemet. És egyszer beszoktam nézni a mozikba, hogy megy a film. Szóval engem az érdekelt, hogy megy. Nem kaptunk részesedés meg ilyesmi, szóval nem. Tehát ez nem ilyesmi volt. És nem volt ott a mozi igazgatója, és a ruhatároshoz mentem. Az volt ott az előtérben. És kértem, hogy megy a film. Azt mondja, nagyon jól megy, azt mondja, 100 kabátom van. Mert olyan nézők mentek, ilyen értelmiségek, akik betették ruhatát a kabátot. Na most egy kalandfilm, amit gyerekek néztek, akik a moziba az örökbe vitték be a kabácsukat, az neki rossz üzlet volt. Igen, rossz üzlet volt. És körülnézek, hogy kinek van itt a kabátod. Rólad az a legenda járta, hogy állítólag Budapest moziaiban ahány mozi, annyiféle változatban mentek a filmjeid, mert bementél a gépészhez, és egy kisebb fajta javítást elvégeztél. Ez igaz? Előfordult. Erről eszembe jut egy valóságos történet, még a múlt században, Párizsban, Louvre-ban, az őrök észrevettek egy öreg urat, aki a köpenye alól elővesz egy festék, nem tudom, hogy hívják azt, szóval ami festék van, és előtt is egy ecsetet, és oda megy, oda lopakodik egy festményhez, és elkezd ott, bele akarod festeni. És oda rohannak, hogy azt mondja, hát az én festményem, én már 90 éves vagyok, és ez 20 éves koromban festettem, és látom, hogy ott az nem, ott hiányzik valami, és bele akartam tenni. Hát én is, velem is előfordult ez, hogy például a nehéz embereknél van egy nagy totál sok kéménnyel, meg minden, és zenével. Szóval úgy éreztem, hogy meg kell, tehát pihentetni kell a nézőt egy percig, és találtam egy tájat, mondom, hátul, szóval Budapest környékén, és bevágtam, és egy Bach fugát tettem alá, és szóval ez utólag történt már. Kint volt a moziba. Igen, mert éreztem, tehát mikor már kész volt a film, éreztem, hát ugye ott még elővetítések voltak egy gyárban, mindig, szóval mi egymás filmjeit láttuk korábban, és akkor nagyon együtt volt a szakma. Emlékszem, hogy egyszer voltunk egy magyar filmhitten Nizzába, és ott volt egy vezetője a városnak, aki kanadai francia volt, egy magyar lányt vett feleségül, és a
lány kedvéért megtanult magyarul. És ő lett, ez te négyszámban, a francia-magyar társaság, csinált egy francia-magyar társaságot, és ő lett ennek az elnöke. És ő szervezte ezt a vetítést, és mi, a Kósa Feri volt ott, Gál Pista, és én azt nem szóval hárma, de mindig ott maradtunk a vetítés után, ilyen beszélgetés volt. És annyira együtt volt a szakma, hogy mi tudtuk egyszerűen képviselni a kollégáinkat és a kollégáink véleményét, szóval tudtunk válaszolni a néző kérdéseire. Szóval, hát most már nem tudom, hogy megy a szakma, őszintén szóval, amit már hiszem az utolsó filmet, hogy 25 éve csináltam. Tehát már... Szegfőn is szeretné valamit. Igen. Talán érdekelhet valamit, hogy én ott voltam 50 évvel ezelőtt, amikor ezt a filmet a Budapesti Egyetemi Színpadon vetítettük. Ugye ez a 5-ös Lorent Tudomány Egyetemnek volt a színpada, és ott csináltunk filmvetítéseket. És volt egy olyan szokásunk, hogy ahogy mondtuk, premier előtt kiosztuk a filmeket, tehát ha meghallottuk a filmes barátainktól, hogy valami érdekes dolog elkészült a filmgyárban, akkor engedélyt kértünk rá, hogy azt azonnal bemutathassuk, tehát még mielőtt a mozikba kijönnek. És hát sokféle ok miatt érdekelt minket egy film, ez a nehéz emberek azt hiszem alapvetően politikai ok miatt érdekelt, és azért is igyekeztünk kihozni premier előtt, mert olyan volt a pletyka vagy a hangulat, hogy úgy nem voltunk bele biztosak, hogy be fogják mutatni. Tehát lehet, hogy ez valamikor valaki mégiscsak megakadályozza a bemutatóját, akkor legalább nálunk egyszer játsszuk. Lehet, Kovács András ott volt ezen a vetítésen. És én azt hiszem, hogy a nézők többsége az politikai filmként élte át ezt a filmet, és az akkori néző számára valószínűleg arról szólt a dolog, hogy ez a szocializmusnak nevezett rendszer, ez egy rettetesen rugalmatlan rendszer volt, pedig hát úgymond forradalmi rendszernek nevezte magát, és hát ugye egy forradalom az nagyon sok változást hoz, de addigra megmerevedett, vagy egyébként is merev volt, nem tudom, de itt is megnézik, ugye nagyon sok esetben a találmányok körülötti vitákban, egyebekben ilyen politikai fegyvereket vetnek be. Tehát olyan dolgokat hoznak fel a film ellen, hogy templomban orgonál, vagy hogy elégette a pártakönyvét, nem is kell, hogy igaz legyen, tehát ezek politikai érvek, ugye semmi köze ahhoz, hogy a találmány értékes vagy értéktelen. Tehát valahol a filmet abba helyeztük el, hogy akkor egy csomó ember úgy gondolta, hogy hát ha lehet valamivel rugalmasabbá tenni ezt a kommunista rendszert, és hát én azt hiszem, hogy ez a film ez ebben a gondolkodásban volt valami, és ezt reagálták le azok az egyetemisták, köztük én is, akik ott akkor ezt láttuk a vetítésen. Ez aztán elég fontos, egy kicsit az Andris ember előre lépett, hogy ezt a filmet, ha elhelyezzük a magyar történelembe, nagyon fontos az, hogy az a 64-ben, ugye amikor elkészült, akkor még 68 előtt vagyunk, és volt egy ilyen akkor jogosnak nevezhető optimizmus, hogy megreformálható a világ, léphetünk egyről kettőre. De nem csak Magyarországon volt ez, hanem legalábbis szerte Európában is nagyon sok mezőn, nem csak a filmesek között, hanem úgy szólván a társadalom minden szektorában. Tehát egy felfelé menő, bizakodó, építkező hangulatú világ volt, aminek aztán különböző okok miatt majd a 68-as éve az, ami hát egy kicsit véget vesz, vagy legalábbis megmutatja a mozgás szabadság határait mindenütt.
keleten is, meg nyugaton is. De ez meg is indult, mert az új gazdasági mechanizmus, az igazából egy csomó olyan akadályt eltüntetett, amiben itt beleverték a fejüket ennek a filmnek a szereplői. Igen. Ja, bocsánat. Ugyanakkor nem adták föl, szóval mindegyik, tehát mindenki ütközött az összes szereplő, és akár milyen ütéseket kapott, vagy akadályokat kellett átvészelni, nem adták fel, szóval engem tulajdonképpen ez az emberi magatartás, hát a cím is erre utal, hogy nehéz emberek. Ez onnan jött, hogy mikor a filmgyárban egy ideig a dramaturgiát vezettem, és a minisztériumban részt kellett vennem ilyen a film főigazgatóságért ilyen tanácskozásain, és a nehéz emberek rám mondta a tárnok János, aki filmjárban dolgozott, aki egy különben egy kolozsvári tanár volt a református gimnáziumban, ahova jártam, és aztán ő magyarországi volt, és oda jött tanárnak, és aztán visszajött Magyarországra, és ő nevezett engem, és addig a nehéz ember, szóval mondhatom a filmig, akire azt mondták, hogy nehéz ember, az egy negatív, hogy is, megítélés volt. Mert nehéz vele együttműködni, nehéz vele dolgozni, és azt hiszem, hogy ez a cím és ez a film független attól, hogy már a tévében többen nézték, szóval nem, ez a 100 000, ez nem vonatkozik a televíziós vetítésre, ahol ott milliókba lehetett mérni, vagy mérték, hát persze nem mindenkit számoltak meg, hanem ilyen mintákat vettek, és annak az alapján, hát ahogy a statisztikán szokták csinálni. De azért az érdekes, nézd meg, hogy itt is nehéz embernek kinevezi őket. A megyei pártitkár, a Molnár Frigyes, ő mondja, hogy ezek nehéz emberek, igen, és bizony nehéz velük együtt élni, de mégis ezek az újat szimpatizált. Így van, viszont igen, van egy csomó bólogató János, akitől meg semmit nem válasz. Igen. Igen. Elég összetett kép. Mondhatjuk azt, hogy a nehéz emberség az rendszerfüggetlen olyan értelemben, hogy valami személyes plusz jelent, és akinek, hogy mondjam, minden rendszerben emiatt, bár nélküle valószínűleg nem mennek előre a dolgok, de gondjai támadnak. Ezt az Andistól kérdezem. Ez csak igen. Nem értettem. Tehát, hogy a nehéz emberség az annyiban rendszerfüggetlen, nem a politikai rendszertől függ, hanem minden időben. Persze, tehát engem most is bevallom, ahogy néztem, szóval engem a figurák, a szereplők, itt semmi se kitalált, mondanom se kell, tehát minden spontán, minden szó, mozdulat, mosoly, mindenféle spontán, mert a műfaj ezt kívánta, tehát én se tudtam, hogy mit fog esetleg válaszolni az illető. Ezek a szereplők, ezek sem tudták, hogy tulajdonképpen semmiféle előzetes készülés közben semmiféle információt nem adtunk ki a filmről. Azért, hogy pontosan emiatt, hogy akiket megkérdezek, azok ne tudják, hogy nekem mi a véleménye. Most itt eszembe a Fábri Zoli mondott egy érdekes dolgot, ami nagyon meglepett. Itt 5 szereplő van, és amikor levetítettük,
azt mondja, itt nem öt szereplő van, hanem hat. A hatodik a Kovács. És tényleg, én soha nem jelent, szóval talán egyszer a kezem valahogy, nem tudom, hogy eddig bekerült. Nem akartam szerepelni benne, tehát pedig miért ne szerepelhettem volna, de nem akartam, és a Fábri Zorira úgy hatott a dolog, hogy én is szereplő vagyok, mert a reagálásaim a válaszokra, azok kirajzolták az én, hogy is mondjam, portrémat is. És ugye ez nem rég, 10 éve vagy 15 éve. Akkor láttad legutóbb a filmet. Igen, szóval ez elő, mondjuk az én nézői jó érzésemet, azt elősegítette, hogy nem emlékeztem. Mindenre emlékeztem, amikor elmondták, de nem tudtam volna felidézni még a figurákat sem. Egy érdekes élmény jutott eszembe, hogy egyszer jártam Moszkvába két hónapos tanulmányokra, még a dramaturgia vezetőjeként, és lehet, hogy ott ment be a fülembe egy Nikolaj Eck szín nevű rendezőnek a neve, aki az első szovjet hangos filmet csinálta, azt hiszem 1930-ban vagy mikor, amikor hangos filmek. És Utaz életbe. Egyszer a moszkvai zsűri elnökének hívtak meg, és ott megyek a Kreml felé, és ott a Vörös téren egy ismerős kollega, akit ismertem, újságíró vagy azt hiszem újságíró volt, és beszélgett egy férfival, egy kis alacsony férfival, kiderült, hogy az a Nikolaj Eck. Ez olyan élmény volt számomra, nem engedték be, mert nem hívták meg, mert ő már egy öreg volt, nem küldtek neki meg, ki volt a fesztivál megnyitására. Úgyhogy a hóna alá nyúltam, és mint zsűri elnök, bevittem a Krem palotába, hogy... És akkor összeismerkedtetek, mondom. Igen. Én mindenkinek megköszönöm, hogy eljött a részvételét, Kovács Andrásnak. Én is. És találkozunk egy hét.